Felnyitják a sorompókat, 10 új ideiglenes nyitvatartással működő határátkelő nyílik meg szombattól a magyar-román határszakaszon. SZIA 1%, tavaly 223 millió forint felajánlás érkezett a civil szervezetek, illetve az egyházak számlájára Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Csúcson a használt autópiac. Csak tavaly mintegy 612 ezer gépkocsit cserélt gazdát Magyarországon, 140 ezeret külföldről hoztak be. Tíz új ideiglenes nyitvatartással működő határátkelő nyílik meg szombattól a magyar-román határszakaszon. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a már meglévő Vállai és Csengersimai határátkelő mellett Garbolcnál, Zajtánál és Ömbölynél lesz lehetőség holnaptól a határszakasz átlépésére. A határ két oldalán élő magyarok évtizedek óta vártak erre a lehetőségre. Ömbölynél már zajlanak az előkészületek a szombati határnyitásra. A két országot elválasztó sorompók pénteken azonban még a helyükön voltak. A határon átvezető Ömbölyt és a romániai Szaniszlót összekötő 12 kilométer hosszú utat ugyan már 2014. szeptemberében átadták, de azt nem lehetett használni, mert Románia nem tagja a Schengeni övezetnek. Ez a helyzet leginkább a határ két oldalán élőknek okozott problémát, hiszen csak nagykerülővel tudták meglátogatni a másik országban élő rokonaikat. Szombattól azonban ismét átjárhatóvá válik a határ. Az átkelőt a tervek szerint március 31-ig minden hétvégén 8 órán keresztül használhatják majd az utazók. A továbbiakban szeretnénk, a mindennapi nyitás lenne a számunkra megfelelő, hiszen akkor tudnánk azt elérni, hogy ne csökkenjen a település lakosság, mint az előbb említettem, periférián vagyunk, ami rendkívül hátrányos helyzetbe sorol bennünket. Talán így már a rokoni kapcsolatok, akár a gazdasági is, innen akár átjárhatnak Szaniszlóra dolgozni, mert nagy település, több a lehetőség például. Ugyanannyi, mint Nyírbátor a távolság, sőt, még mondhatnám, hogy a bevásárló turizmus is felélénkülhet, hiszen Romániában az áfa sokkal alacsonyabb, mint Magyarországon, itt kedvezőbb lehetőségek vannak például a megélhetés tekintetében is. Két község közé a trianoni békediktátum húzott országhatárt, majd az 1940-es erdélyi bevonulás után ismét Magyarország része lett mindkét település. A vesztes világháború után a többségében magyar ajkú Szaniszló Romániához került, a határ pedig gyakorlatilag átjárhatatlanná vált a települések között. Ez a határnyitás, ez egy nagy öröm az egész Szaniszlónak, mert már régóta várják ezt a nyitást, mert 45 óta, mióta el volt csatolva Erdély Magyarországtól, azóta a szaniszlai rokonok, testvérek különváltak, tehát maradtak itten magyar területen is, és Románia területen is, és abban a kommunista időszakban nem lehetett átjönni csak útlevéllel, az is nehezen, és már nagyon várják ezt, hogy itt mindennapos megnyitás legyen, mert szeretnének találkozni rokonokkal. Az ömbölyi határnyitási ünnepség szombaton 9 órakor kezdődik, de a másik két érintett községnél, Garbolcnál és Zajtánál is ünnepségeket rendeznek az új átkelők megnyitása alkalmából. Az adózók több mint fele nyilatkozik az SZIA 1%-ról Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Tavaly 223 millió forint felajánlás érkezett a civil szervezetek, illetve az egyházak számlájára. A paletta széles, az állatvédő és támogató szervezetek mellett a megyében a beteg gyerekek gyógyítását szívesen támogatják. Az 1%-os kampány elindult. A jövő héten az egyéni vállalkozások SZIA bevallásával egy időben a támogató nyilatkozatokat egészen május 20-áig fogadja be a NAV. Ma délelőtt is szükség volt erre a koraszülöttek mentésére szolgáló mentőautóra, amely a Józsa András kórházból egy inkubátorral Kisvárdára indult egy súlyos állapotú csecsemőért. A mentőautót a Beteg Gyermekekért Alapítvány vásárolta. Az alapítvány az adózók 1%-os felajánlásából több százmillió forint értékű műszerekkel segíti az újszülöttek, a koraszülöttek gyógyulását ezen az osztályon. Ultrahangos készülékekkel, lélegeztető gépekkel, inkubátorokkal felszerelt a részleg. A Beteg Gyerekekért Alapítvány az elmúlt 30 évben körülbelül 250 millió forint értékű műszert vásárolt a megyei kórháznak. Ezeknek nagy részét itt használjuk
a gyermekosztályon, többségét a koraszülött intenzívben, de az általános intenzívben és speciális szakambulanciákon is használunk ilyen műszereket. Emellett a Beteg Gyermekekért Alapítvány gyerekek külföldi gyógykezelésében is segítséget nyújtott már. Az ápolási osztályok felszereltségére, illetve ápolási eszközökre szeretne költeni a szabad felhasználású 1%-os keretből a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak alapítványa is. Ennek az alapítványnak a célja a megyei kórházakhoz tartozó valamennyi intézmény támogatása. Az a célja, hogy a kórházakban zajló egészségügyi ellátás színvonalát fokozzuk, hogy a betegek minél szebb körülmények között, minél jobb szakmaiságot biztosító osztályokon kapják meg a szükséges kezeléseiket. A rászorulóknak többek között élelmiszert, ruhát, télen takarókat vásárolt eddig az 1%-okból a Nyíregyházi Periféria Egyesület. A szervezet amellett, hogy a hajléktalan ellátásban részt vesz, patronálja a hátrányos helyzetű családokban élőket is. A rászorulók társadalmi integrációjára szakmai programokat indít. Igyekszünk olyan Európai Uniós pályázatokba is részt venni, ami a célcsoportok életét segít, illetve segít az ő problémáiknak a kezelésében. És most is tervezünk egy úgynevezett elsőként lakhatás pályázatba belépni, ami a hajléktalanok számára jelent esélyt. Tavaly 223 millió forint felajánlás folyt be a civil szervezetekhez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A kedvezményezettek skálája széles. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 220 ezer személyvedelemadó bevallást várunk, és azt kell mondjam, hogy a tavalyében több mint a fele a bevallóknak felajánlotta az 1+1%-os összeget, vagy civil szervezeteknek, vagy egyházaknak, hiszen 109 ezer felajánlás érkezett civil szervezetek részére, és több mint 80 ezer egyházak részére. Fontos, hogy sem a támogatott szervezeteknek, sem pedig az adózóknak ne legyen köztartozása, ellenkező esetben az 1% az állami büdzsében marad. Idén azoknak a magánszemélyeknek, akiknek a NAV készíti el bevallás tervezetét, az 1%-ról szóló nyilatkozatukat elektronikusan, de akár papíralapon az ügyfélszolgálatokon is be lehet adni. A kedvezményezettek pontos technikai, illetve adószámát fel kell tüntetni a nyomtatványon. Egyre több az üzletkötés a használt autópiacon, a kínálati árak is emelkednek. Csak tavaly mintegy 612 ezer gépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 140 ezeret külföldről hoztak be. A legnépszerűbb típusnak ezúttal is az Astra, a Swift és a Golf számított. A statisztikák szerint azonban tovább romlott az eladott autók életkora, 73%-uk 10 évnél idősebb volt. 2016-ban negyedévről negyedévre újabb rekordszintekre ért a hazai használt autópiac. Egyre több gépjármű cserélt gazdát, ezt mutatja ez az összegzés is. A használt autódarab számok a válság után nem akkora visszaesést szenvedtek el, mint az új autópiac. Ez azt jelenti, hogy 500 ezer alá esett be a legrosszabb 2009-es évben a használt autódarab szám. És ez fokozatosan növekedett minden évben. De 2015-ben 550 ezer volt, és 2016-ban 612 ezer a pontos adat. Ebben minden egyes darab eladott autó benne van. Tehát ez egy majdnem 10-15%-os növekedés volt. A statisztikák szerint a kínálati árak és az eladott autók átlag életkora is emelkedett 2016-ban. Tavalyi évben már 13,85 év volt a hazai autópark átlagos életkora. Ez nem túl szerencsés, ugye látjuk azt, hogy nem adnak el ahhoz megfelelő új autót, ahhoz megfelelő mennyiségű új autót, hogy csökkenhessen, vagy legalábbis megállhasson az autók átlag életkora. És sajnos azt látjuk a használt autó importból is, hogy azok is sok esetben idős autók. A behozott autóknak a fele 10 évnél idősebb, és ötöde 15 évnél idősebb. Tehát látható az, hogy már sok használt autó érkezik az országba, ezek sem minden esetben javítják az a hazai átlag életkort. A használt autó piacon a közelmúltban megjelentek az elektromos autók is, egyre nagyobb a kínálat az interneten és a kereskedésekben is. Idén januárban az egy évvel korábbihoz viszonyítva nőtt a forgalomba állított új személygépkocsik száma is az európai és hazai autópiacon. A szalonokban egyre többen érdeklődnek új járművek iránt, azonban a 0 kilométeresek piacát befolyásolhatják a használt, főleg a külföldről behozott autók.
Ami minket befolyásol életkorban, ezek a 3 és 5 éves relatív keveset futott autók, ezek befolyásolják az új autóeladásokat, viszont ugye nagyon sokan azért veszik ezeket az autókat, mert nyilván jó áron vannak. A negatív oldala vagy a hátrányhelyzetnek az, hogy nem tudjuk, hogy mennyi kilométer van az autóban, nem ismert az előélete az autónak, nem tudják, hogy milyen körülmények között volt szervizelve, és igazából emiatt lutri az embereknek ezeket az autókat megvenni. Sokkal jobban járhatnak egy új autóval, vagy egy bemutató autóval, ami ugye 2 év garanciával, 2, 3, 4, 5, 6 év garanciával van, és ugye egy teljesen 0 kilométerrel, tehát egy vadonatúj autóról beszélünk. Egyes statisztikák szerint Magyarországon több mint 6400 új autót regisztráltak januárban, 15%-kal többet, mint egy évvel korábban. Tavaly 2015-höz képest pedig bő 25%-kal nőtt az új autók eladása, közel 100 000 új autót értékesítettek Magyarországon. Halálos közúti közlekedési baleset történt ma kora reggel Nyíregyháza és Nyírszőlős között. 2 személygépkocsi frontálisan ütközött, az egyik jármű vezetője a roncsok közé szorult. A fiatal nőt a nyíregyházi hivatásos tűzoltók szabadították ki, életét azonban már nem lehetett megmenteni, olyan súlyos sérüléseket szenvedett. A másik gépkocsi vezetője könnyebben sérült. A helyszínelés idejére a rendőrség teljes szélességében lezárta az utat. 3 napos közúti ellenőrzést tartott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság. Az akcióról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Vasárnap rajtol a tavaszi szezon a labdarúgó NB2-ben. A 2 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapat közül a Nyíregyháza Spartacus a Vácot fogadja, a Kisvárde Masztergút pedig Soroksárra látogat. Idegenben szoros mérkőzésen szenvedett vereséget a Sunshine Nyikse együttese. A férfi kosárlabda NB2 16. fordulójában lejátszott találkozón Kovács Tibor együttese Szentesen kapott ki 74-69-re. Háromnapos közúti ellenőrzést tartotta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság. A TISZPOL akció során a tehergépjárművek és autóbuszok műszaki állapotát vizsgálták, illetve azt, hogy a sofőrök mennyire tartják be a kötelező pihenőidőt. A rendőrök munkáját a Nemzeti Közlekedési Hatóság is segítette. Teherautót állítottak le a rendőrök a 4-es főúton péntek reggel. Az elmúlt napokban ismét csatlakozott a Magyar Rendőrség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete az európai szintű közlekedés rendészeti akcióhoz, a TISZPOL-hoz. Az előre tervezett, több napon át tartó ellenőrzés sorozat célja időről időre változik. Van, amikor a biztonsági jövet, a sebességet vagy az ittas vezetőket próbálják kiszűrni. Most az úgynevezett track and bus, tehát a tehergépjárművek és autóbuszok ellenőrzését szervezték meg. Egy elemző és értékelő munka után választották ki azokat a forgalmasabb útszakaszokat, ahol nagyobb az ilyen típusú forgalom. Kiterjed az ellenőrzés sorozat a tehergépjárművek, illetve az autóbuszok ellenőrzésére. Az akcióban részvevő kollégák ellenőrzik egyrészt a vezetőket, a járművezetőket, az okmányokat, alkoholos ellenőrzést hajtanak végre, és kiemelten ellenőrzik a vezetési és pihenőidők kivételét, illetve meglétét. Ezen kívül műszakilag átvizsgálják a járműveket, és ellenőrzik a járművek csomagtereit, rakterét, esetlegesen a járművekben tartózkodó külföldi személyeket. A leállított teherautósok így a rakteret is kinyitották, a rendőrök azt is átvizsgálták minden esetben. Munkájukat a Nemzeti Közlekedési Hatóság is segítette a helyszínen. Vajtó Levente hozzátette, az ehhez hasonló ellenőrzések során több esetben is előfordulnak kirívó szabálytalanságok, ilyen például az ittas vezetés vagy az autók nem megfelelő műszaki állapota. Vasárnap rajtol a tavaszi szezon a labdarúgó NB2-ben. A 2 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapat közül a Nyíregyháza Spartacus a Vácot fogadja, a Kisvárda Masztergút pedig Soroksárra látogat. Mindkét együttes a feljutást jelentő első 2 hely valamelyikére szeretne odaérni a bajnokság végére. Legutóbb december 11-én játszottak bajnoki meccset a másodosztályú futballcsapatok, amelyek január eleje óta készülnek a folytatásra. A Kisvárda Masztergúd egy törökországi edzőtábort követően 2 élvonalbeli csapat elleni meccsen hangolt a tavaszi folytatásra.
A Mezőkövesdet 3-0-ra legyőzte Révész Attila együttese, a Pastól pedig 1-0-ás vereséget szenvedett a télen 4 játékossal megerősített gárda. A feljutást megcélzó, jelenleg 5. helyen álló csapat vasárnap a 2. helyezett Soroksár otthonában lép pályára. A Soroksárnak a stílusa az inkább a védekezéséből fakad, erős, nagyon erős játékosai vannak, ugye tudjuk, hogy a Ferencvárosnak a 2. csapata, és még rengeteg élvonalat megjárt, sőt, szerintem mindenki élvonalat megjárt, rutinos labdarúgókból álló egészséges vegyület. A pontrugásaik a legveszélyesebbek, és hazai pályán is nagyon sokszor kontráznak. Na most én úgy gondolom, hogy ismerik őket, ők is mindent megtesznek, hogy minket feltérképezzenek, voltak kint a törökországi meccseinken is. Egy nagyon-nagyon komoly mérkőzés lesz, de inkább taktikáról fog szólni sem, mint egy lüktető oda-vissza meccsről, és én bízom benne, hogy sikerül nyernünk, azzal a céllal megyünk, ha az a mérkőzés megvan, akkor nagyon nagy lökést tud adni a csapatnak. A Nyíregyháza Spartakusz a téli szünetben kétszer is járt Törökországban, a 2. túrát követően hétfőtől már hazai környezetben készül a csapat. A cél továbbra is az NB1-be jutás, ehhez a bajnokságból hátralévő 18 meccsen 9 pontos hátrányt kell ledolgozni a Weber György együttesének. Az első 3 tavaszi pontot a jelenleg 7. Vác ellen szerezheti meg a forduló előtt 10. helyen álló Spari. Nem csúszhatunk el rajton, tehát rögtön egy jó rajta kell jelentkeznünk. Jó játékkal kell, hogy lássák a szurkolók, kell, hogy lássam én, és kell, hogy lássák az ellenfelek is, hogy mit tettünk ebbe a felkészülésbe, és annak vissza kell tükröződjön a pályán. Amit láttam az utolsó 4 mérkőzésen kint, az nagyon biztató, de természetesen az csak akkor ér valamit, ha ez itt vasárnaptól kezdve a magyar bajnokikon is majd látszik. A 21. forduló további párosítása a következő: Budaörs Sopron, Siófok Zalaegerszeg, Dorog Csákvár, Grosics Akadémia Cigánd, Cegléd Szeged, Szolnok Puskás Akadémia, Moson-Magyaróvár Kozármisleny és Balmazújváros Békés Csaba. Idegenben szoros mérkőzésen szenvedett vereséget a Sunshine-Nyiksa együttese. A férfi kosárlabda NB2 16. fordulójában lejátszott találkozón Kovács Tibor együttese Szentesen kapott ki 74-69-re. A nyíregyháziak szombaton 12 órai kezdettel a Békés Csabát fogadják a Bánki tornacsarnokában. Az ősszel ellentétben az év első 2 hónapjában sűrűn követik egymást a Sunshine-Nyiksa meccsei. Az NB2 keleti csoportjában 2. szezonját töltő együttes a legutóbbi fordulóban a hozzá hasonlóan középmezőnyben helyet foglaló Szentes otthonában lépett pályára. A 3 légiós felvonultató hazaiak ellen végig tartották a lépést a palánk alatt gondokkal küzdő nyíregyháziak, a végjáték azonban a szentesieknek sikerült jobban, akik 5 ponttal megnyerték a találkozót. Egy magas szerkezetű, 3 szerb játékossal megerősített csapattal álltunk szembe. Tudtuk, hogy center poszton erősek, igazából azt kaptuk, amit vártunk. Szoros mérkőzés volt, de sajnos a mi számunkra negatív eredménnyel zárult. A Sunshine-Nyiksa 6 győzelemmel és 8 vereséggel jelenleg a 8. helyen áll az NB2 keleti csoportjának 11 csapatot számláló mezőnyében. Teljesen kellnek, hogy mérjük az idei szereplésünket, ugye leginkább az idei évben az volt a célunk, hogy azok az új játékosok, akik most többen is, mint 5-en érkeztünk, azokat a játékosokat megpróbáljuk bevonni a csapatba. Úgy néz ki, hogy ez szépen lassan azért sikerülni fog. Most is le van egy teljesen új játékos, ami a Csempeba személyében, aki most jött vissza hozzánk Nyíregyházára. Hétvégén meccsen már ő is sokkal többet tart játszani, sokkal jobban hozzájárult a csapat teljesítményhez. Reméljük, hogy ez a közeljövőben még jobban fog sikerülni. Az edző szerint is van némi hiányérzetük az eddigi szereplést tekintve, mivel egy kis szerencsével 2 győzelemmel több állhatna a csapat neve mellett a tabellán. Reális eredmény született a 14 meccsünkből közel 10-12 mérkőzésen. A papírforma alapján, illetve hát a mutatott teljesítmény alapján 2 mérkőzésen én azt gondolom, hogy nyerhettünk volna, és ez remélhetőleg a későbbiekben nem befolyásolja nagyon a szereplésünket. Debrecenben utolsó másodperces kosárral kaptunk ki, de akár ezt a Szentes elleni mérkőzést is oda sorolhatjuk, mert volt sanszunk. Befejezés előtt 5 percen még egyenlő volt az állás, mi jöttünk fel egyenlőre, ott volt több labda a kezünkben, amivel esetleg fordíthattunk volna, sajnos nem sikerült. A Sunshine-Nyiksa legközelebb szombaton lép pályára, 12 órai kezdett el a tabellán, közvetlenül mögöttük álló Békés Csabát fogadják Farkasinszkijék a Bánki tornacsarnokában. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer néhány mondatban.
10 új ideiglenes nyitvatartással működő határátkelő nyílik meg szombattól a magyar-román határszakaszon. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a már meglévő Vállai és Csenger-Simai határátkelő mellett Garbolcnál, Zajtánál és Ömböjnél lesz lehetőség holnaptól a határszakasz átlépésére. Az adózók több mint fele nyilatkozik az SZIA 1%-ról Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Tavaly 223 millió forint felajánlás érkezett a civil szervezetek, illetve az egyházak számlájára. A paletta széles, az állatvédő és támogató szervezetek mellett a megyében a beteg gyerekek gyógyítását szívesen támogatják. Az 1%-os kampány elindult. Egyre több az üzletkötés a használt autópiacon, a kínálati árak is emelkednek. Csak tavaly mintegy 612 ezer gépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 140 ezeret külföldről hoztak be. A legnépszerűbb típusnak ezúttal is az Astra, a Swift és a Golf számított. A statisztikák szerint azonban tovább romlott az eladott autók életkora, 73%-uk 10 évnél idősebb volt. A Kölcsei Televízió iradóját látták február 17-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfő este várjuk majd Önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat elérhetik weboldalunkon is. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is felhős időre lehet számítani. Északnyugat felől több hullámban gyenge hidegfrontok érik el térségünket, amelyek számottevő csapadékot vagy szelet nem okoznak. Az éjjeli órákban is marad a borult, párás, többfelé ködös idő. Helyenként gyenge havazás, havas eső, ónos eső is előfordulhat. A változó irányú szél gyenge marad, reggelre általában -2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben az összefüggő felhőzet szakadozottá válik, és kis területen rövid napos időszakok is lehetnek. Az esti óráktól ismét párássá válik a levegő, kisebb eső, havazás is előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, délutánra 3 fokig emelkedik a hőmérséklet, gyenge hidegfronti hatás van térségünkben. Vasárnap a többször erősen megnövekvő felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, hétfőn pedig már több órás napsütésre van kilátás élénk széllel, ami kitisztítja a levegőt. Csapadék nem valószínű. Kedden egy frontrendszer felhőzetéből több helyütt elered az eső, majd a hét közepén szorványosan számíthatunk esőre, záporra. Északánként egyre kevesebb helyen süllyed fagypont alá a hőmérséklet, és fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés.